Manapság nagyon lecsökkent az asztali PC-k eladási száma, mert mivel az emberek inkább laptopokhoz, gamer laptopokhoz hajlanak, mert mivel ez a laptop az olyan, hogy csak simán felkapják az asztalra, bedobják a táskába, és csak oda viszik, hova akarják. De szóval én most ezzel a videóval szeretnék nektek egy kicsit kedveskedni, és ebben a videóban akkor jöjjön az Asus X554 RJ bemutatója. Nos, de mit is veszünk első részre ezen a laptopon? Ez a laptop fehér. A laptopnak a monitor hátlapján is ugyanilyen műanyag fehér borítás kapott. Nem tudom, hogy mondják, de ilyen kicsikét érdes tapintású, komolyan nem tudom, hogy hívják, de ezen a hangfelvételen most halljátok. Nos, hát igen. De inkább foglalkozunk a fontosabb dolgaival. Nos, a touchpad, de ugyanez a téma, ugyanolyan fehér borítást kapott, és sokkal finomabb a tapintása a touchpadnek. De a touchpadnek én ezt negatívumnak szántam, mert a bal kliknek, meg a jobb kliknek nincsen külön gombja, és ez néha internetezés közben meg tud zavarni. De bár aki ezt a gépet játéka fogja használni, annak úgyis lesz egy külön egere, amivel fog játszani, úgyhogy a touchpad problémával nem lesz gond. De most térjünk ahhoz a részhez, hol elmondom, hogy mit található a két oldal részen. Nos, mi is található a bal oldalján? Szokásosan meg lehet találni a töltő csatlakozót, egy Ethernet csatlakozót, egy DVI csatlakozót, egy HDMI csatlakozót, két USB 3.0 csatlakozót, és a szokásos Kensington lock. A jobb oldalon egy SD kártyaolvasó, egy combo jack csatlakozó, egy USB 2.0 csatlakozó, és természetesen a CD-DVD olvasó. Az elején a helyzetjelző ledek sem maradtak ki. És most nézzük az alját. Ahogy látjátok, ez a laptop nem a legjobban bővíthető fajta. A garancia papír van az alján, a Windows 8.1-es matrica, a hűtőnyílás és természetesen a RAM bővítő slotnak a helye. Megjegyzésképpen a hűtő, ahol távozik a meleg levegő, a monitor alján helyezkedik el. De milyen a gép? Ennek a gépnek a monitorja 15,6-szoros, 1366x768-as felbontásban, a processzorja Intel i3 5010U, 2 mag 4 szál és 2,1 GHz-en pörög, a RAM-ja az 1x4 GB, 1600 MHz-es, és integrált RAM, úgyhogy nem árt, ha pluszba vesztek 8 GB RAM-ot, mert egyetlen egy RAM szlotja van az integrált mellé, úgyhogy jól nézzétek meg, hogy milyen RAM-ot vesztek, mert lehet, hogy nem fogja beolvasni, tapasztalat. A videó kártyája az egy Nvidia GeForce 920M 2GB DDR5-ös. Szóval ez a laptop nem egy kispályás, a gamerek világába az egy beugró gép. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozzatok fel YouTube csatornámra, ha valamit elfelejtettem megemlíteni, vagy valami kérdésetek van, akkor írjátok le kommentba, és megpróbálok rá válaszolni. Én Tömix voltam, sziasztok!